tovább bővül. Szervezeti önállóságát megtartva hozta létre a két párt Heves megyei szervezete, a Zöld Baloldal megyei csoportját. Az ország jelenlegi helyzete, a jobb oldal erősödése megköveteli a baloldali összefogást, mondta Tajcs Ferenc, a Munkáspárt 2006 megyei elnöke. Úgy véli, a munkanélküliség, a 3 millió szegény, a kirekesztés mindezt sürgetik. A Zöld Baloldal megyei csoportjának megalakításával már a választásokra készülnek. Bízunk abba, hogy a választások időszakában az emberek megértik, hogy az MSZP mellett van egy baloldali szerveződmény, amelynek több civil szervezet és pártok is csatlakoztak hozzá. Nemcsik János, a Szociáldemokrata párt megyei elnöke azt emelte ki, pártjuk már 120 éve töretlenül képviseli a baloldali értékeket. A mai politikai viszonyokat, hogyha megnézzük, akkor mindenképp azt látjuk, hogy valamilyen hiteles baloldali szervezet kellene, hogy létrejöjjön. Olyan hiteles baloldali szervezet, aki a tényleges, úgymond 120 éves szociáldemokrata baloldali hagyományokat kellőképpen tudja érvényesíteni. Azt remélik, a két párt között nem csak megyei, hanem országos szinten is születik hasonló megállapodás.